először is elnézést kérek a kedves nézőktől, hogy tegeződünk, de hát régi barátság hoz minket össze, és képtelen lennék magázadni veled. Isten is magázadni. Isten hozott Szegeden, újra, nagy örömünkre. Én is örülök, hogy itt vagyok. Szabados Györgyöt Magyarországon, de a Szama határon kívül is elsődlegesen a muzsikust, jazz muzsikust ismerik, és mint gondolkodott filozófust. Engem érdekelne, mint az embert. Ha jól tudom, pár nappal a második világháború előtt születtél, háborús gyermek vagy. Milyen volt a gyerekkorod? Milyen út vezetett el addig, hogy zenész lett belőled? Hát ugye, ha leszámítjuk azt, hogy a léleknek és a szeremnek külön útja van, mint a testnek, akkor is ugye nagyapám az mindamellett, hogy mérnök ember volt, egy muzsikus is volt, egy korának egy jó nevű zongora kísérője volt, tehát nem szóló zongora művész volt, hanem elsőrendű énekes és más hegedű és egyéb szólóhangszer kísérő volt, ami egy külön szakma a zenében. Mint a korrepetítor valami? Nem. A kísérő, ez egy alkalmazkodó képességet jelent, és egy stílus, mindig stílusbravúr egyben, hogy hogyan tud alkalmazkodni a művek stílusa mellett az illető szólistának, a stílusához is a művész. Szóval kísérni az egy külön dolog. Na most hát ugye anyám, ugye nagyapám után anyám örökölte a zenei hajlamot, és ő énekesnő volt, aztán énektanár lett, zenetanár. És hát a családban mindig zene volt nálunk. Kisgyerekkorunk, szóval anyám elmesélése szerint ugye 9 hónapos koromban Grigan énekeltem dalokat, népdalokat nálunk, ugye, az ő révén állandóan zengett a dal. Tehát beszélni még nem tudtam. Hát állni már tudtam, de járni még nem, amikor állítólag a feljegyzések szerint sok-sok dalt tisztán énekelgettem. És hát aztán ez egyben egy ilyen révülő ilyen hintamozgással is járt. A rejtetés. És ez bennem él a mai napig. Én úgy aludtam el este, hogy így hintáztattam magam, és amikor kellően elálmosítottam magam, akkor ledőltem is aludtam. Álomba ringattam. Igen. Hát de ez azért fontos dolog, mert amit a hindu filozófia szatvának hív, tehát a harmónia fogalma a szatva, amely egyben a világ ős ritmusát is jelenti. Én nekem fogalmam van erről, mi az, hogy ős ritmus, mert tudom azt, hogy minden egy ilyen ringásban van, mindig, és vannak kaotikus, össze-vissza ilyen csapódó, ütköző ritmusok, ringások, de az egész világnak van egy mély lüktetése. És ahhoz azt kell érezni, és abban kell lenni. Tehát te már gyerekkorodban erre? Én már ezt pici koromban éreztem, hát azt hiszem mindenki, csak hát mondjuk ezt. Egyrészt én ezt élveztem valószínűleg gyerek fejjel, majd hogy nem csecsemő fejjel. Másrészt pedig, hát ezt föl is jegyezte anyám, hogy ez ilyen jellemző volt. Na most hát én mindig is a zenében éltem. Tehát nincs olyan időszak az életemben, még az orvos tudomány egyetemi 6 év sem, ahol ne az lett volna bennem, hogy hát én természetesen a zenében élek, és a zenének élek. És a zene által élek, és a zenét éltetem, és így tovább. Még akkor is, amikor és végig, amíg orvoskodtam, orvosi pályám alatt is sosem volt mellékes, hanem mindig is elsőrendű volt. De még az orvosi pályád előtt tanultál zenét, akkor ezek szerint a legkorodban? Hogyne, igen. Tehát a szüleid zenét tanítottak veled? Igen. Hát ugye az érdekes, hogy a tanulás, a zenetanulás az elég kinkeserves volt, mert olyan tanáraim voltak, akik ilyen akkurátus, kézre rácsapkodó tantik voltak. Aha. És én ezt nem tűntem. Inkább azt csináltam, hogy föllázadtam, és egyszerűen nem voltam hajlandó tanulni. Viszont ha egyedül voltam, akkor gyerekfejjel elkezdtem rögtönözni.
annyira erősen jött. Értem. Úgyhogy mondom, gyerekfejjel is már rögtön az ő ember voltam, és rettentően élveztem. De bár nem a jazz felé, nem. Én a mai értelemben sem. Én a jazz zenét is úgy fogom fel, mint egy zenetörténeti jelenséget, aminek a mélyén az improvizativitás van, és ez úgy kapcsolódik a bölcselethez, vagy a gondolatisághoz, vagy a filozofikumhoz, hogy mára, amikor már szinte minden műfajban, minden művészeti világban oda jutottak az alkotók is, és a meditáló teoretikusok is, hogy valaminek örökre vége szakadt, és valami más indul itt most, és vajon mi? Lassan mindenki igazat ad annak a Hanvas Bélának, aki azt mondta, hogy a primordiális státuszhoz kell visszatérni, vagyis az ős viszonylatokhoz, az ős állapothoz. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ahogy az ember első naív, tiszta közelítésben, ámulatban találkozik a dolgokkal. Ez a primordiális státusz. Amikor még nem mondták meg neked, hogy mit kéne, meg hogy kéne másként, és így tovább, hanem a teremtett állapot, fölkészült készlettel, fölkészült állapottal tisztán találkozik az ember, odakünt, odabent egyaránt. Na most itt tart a művészet, és ezért van az, hogy a mai értelemben a lezővég művészete is, és ezért van az, hogy szinte minden művészeti ágban az improvizativitás hódít, a megújulás ezen a vonalon folyik, ezen az úton történik, végig lehet nézni, a zene, a színház, a mozgás, a tánc, a különböző vizuális művészetek is, nem is szólva, hogy ugye a képzőművészet is olyan dolgokat hagyott hátra, amelyek hát törvények voltak, ember felszabadulásnak, ember szabadság élménynek a esélyért. Tehát itt arról van szó, hogy amikor ez az improvizálás, ugye, vagy improvizálgatás bennem megindult, akkor ez valószínűleg egy teljesen természetes dolog történt. És biztos, hogy benne, hogyha hagyják, vagy hagynák ezt, vagy ezen az úton kezdenének el a gyerekekkel foglalkozni, akkor ez hihetetlenül jól működne. Erről van szép emlékember, mikor Medve utca iskolába jártam, elemi iskolába, általános iskolába, ott, ahol Németh László volt iskolaorvos. Mi csak Medve Egyetemnek hívtuk, mert olyan kegyetlen rossz gyerekek, fene gyerekek jártak oda, hogy egy értelme volt a életre valóságnak. Tehát ezen a Medve Egyetemen volt egy nagyszerű énektanárunk, aki különböző ilyen fém ütőhangszerekkel írogatott nekünk gyerekeknek hangszerelgetett zenéket és hozzá énekeket. És ezeket mi betanultuk, és vertük ott ezeket a fémeket és a ritmusokat, és igazából egy félig meddig improvizatív, szabad. Igen. De mégis bizonyos más zeneiség oldaláról egy végtelenül esztétikus, csengőbongó, kicsit keleties világ. Igen. Volt az, amiben beavatottunk. Uh-huh. Átértem ugye a Budapesten az ostromot, a II. Világháború, híres pesti ostromot, a pincékbe, és hát ott mellettünk, ott haltak meg sorban az emberek, meg az állatok, a lovak, meg minden. És hát ez egy drámai beavat. Tehát igen, az ember szemléletének, érzelmeinek, félelmeinek, szemléletnek, ez egy drámai beavatása volt. Ami után természetesen ugye egy olyan felszabadulás következett, amely felszabadulás csak annyiban volt felszabadulás, ezt nyugodtan mondhatom, hogy kijöhettünk a pincéből. Mert hát végignéztük, ahogy az orosz katonák ugye verték szét a házat, meg a rablát. Egymás ablakaiból néztük, hogy hogyan törnek be. Igen, és így tovább. Szóval
arról nem is szólva, hogy hát azok a beszédek, amiket az ember hallott a rádióból, a új vezetők beszédek, hát ezek, ha van valami, ami igazolja számomra azt, hogy az ízlés feleszületett dolog, és az esztétikát nem lehet kizárni sosem az ítélkezésből, az az, hogy gyerekfejjel hallottam a Rákosi Mátyás beszédét, hogy ezek hamis szövegek. Igen, én is hallottam. És soha nem hittem el egy percre sem, egy mondatot sem, mert annyira éreztem, hogy ez hamis. Igen, tökéletesen. Nem értettem belőle semmit. Úgyhogy bárki mesélte azt, hogy itt, így, meg úgy, meg ilyen volt, meg olyan volt, én tudtam, hogy ez nem igaz. Hát akinek füle van, hallja. De persze más a helyzet, hogy a süketek párbeszédéről van szó, már hogyha zenénél tartunk. Szóval így aztán egyre inkább a improvizativitásba keveredtem bele, már így gyerekfejjel is. És mindig megszakadt a tanulásom, az eltanulásom emiatt. Mert tehát konfliktus helyzeteid voltak? Igen, és mindig inkább ezt választottam, mindig így maradtam, így magamban. Ez még fehér folt volt? Gondolom a zenepedagógiában akkor is. Abszolút, természetes. Sőt, mert az anyám, aki mondom muzsikus volt, hát ő se szerette, hogy én ezt csinálom. Mindig nézte, meg bámulta, meg elvittek társaságokba. Akkor még nálunk is, még a háború után is nálunk is volt szalon élet. Igen, amikor összejöttek a családok itt, és... Például a Szegednek az egyik híres operaénekes tárja volt Szabó Miklós, ugye? Úgy, nekem a névem orjámra azt mondom. Igen, egy tenorista volt. Van, hát nálunk a Szabó Miklós az rendszeresen vendég volt. Ugye? Aztán volt egy primás, aki nem cigány volt, tudták, hogy Toki Horváth Gyula. Igen. A Zeneakadémiát végzett hegedű művész volt, csak ő ezt szerette játszani. Hát ő nálunk rendszeresen, anyám kísérte üdik szóval. És egyebek, szóval ilyen volt a nagy fogácsás zenei délutánok voltak, meg esték. És akkor ez ilyen alkalmakkor leültettek, hogy én improvizálgassak, és akkor nézték, hogy na gyerek, hogyan improvizál, és hát... De hát ez inkább ilyen furcsaság volt, egy unikum számba merő valami volt, hogy ottan ő hát ezt csinálja. Igen. De hát végül is szerencséd volt, hogy ezt elnézték idézőjelbe, ezt a ténykedésedet, nem? Nem folytották el csírájába? Hát az az igazság, hogy nem igen tudták volna elfolytani. Én nem olyan gyerek voltam, aki én ezt értelek, hagyta. De hát azzal, hogy ilyen összejövetelek voltak, és te ottan produkálhattad magad jó értelembe véve, akkor ezzel végül is valahol elismerték ezt a ténykedésedet. Mondjuk szerencsére ugye olyan emberek voltak, akiknek azért volt fülük, nem voltak süketek, és azért azt hallották, hogy amit játszom, valószínűleg nem volt kakofonikus, és másrészt pedig azt tudom, mert az ember belső élete az nem időhöz kötött. Tehát ma is úgy érzi az ember, mint ami akkor, ahogy akkor volt, mint a ma lett volna. Igen, igen. És én tudom azt, hogy én mindig szívből játszottam. Tehát mindig volt, amit elmeséljek. Igen, igen. Akárhogyan, még kis gyerek fejjel, meg nyilván egyszerre együgyűen, de mindig volt, amit elmeséljek. Igen. És azt hiszem, hogy az egész improvizativitás jelensége, időszerűsége, és az, ami megméretik, az pontosan ez. Tehát egyszerűen semmi értelme nem lenne mondjuk a mai művészetben az improvizativitás, a reneszánszának, hogyha az nem hozná újra elő azt, hogy van mérővaló, kifejezni való egyenget, egy csónak, ami átjön valami a másik partról. Ugye? Én mindig elég határozottan válogattam magamban a dolgokat. Így emlékszem, hogy gyerekfejes, abszolút pontosan tudtam, hogy most ez igen, meg ez nem. Igen. Most ezért az egyre mondanom, hogy anyám a Székesfővárosi Énekkarban énekelt, már akkor, mikor már elment kórusba énekelni, mikor már nem egyedül énekel. És hát ugye rendszeresen Psalmos Hungaricus, meg 9. szimfóniát, meg hát ilyeneket. Igen, ezekre a próbákra, engem mindig elvitt. Értem. És én úgy üldögéltem, és
Ugye, mondjuk egy Erich Kleiber vagy egy Otto Klemperer hozta a cukorkát a Gyurikának, aki ott ült mindig, és nézte, és hallgatta, mert én ittam, és én ott hihetetlen jól viselkedtem, mert egyszerűen nem tudtam betelni a csodával. Na most később aztán ugye részben baráti kör által, részben pedig hát a rádió révén, elsősorban a Szabad Európa rádió révén, a jazzzenét azt egyszerűen ráharaptam, rákaptam, megérintett, nagyon mély. Nagyon mély. És ez körülbelül mikor volt így időben? Hát ez 56 évek, körül, 56 előtt, egy-két évvel, és aztán utána folyamatosan. Értem. Már 56 előtt is, mert amikor jött 56, akkor nekünk már volt zenekarunk. És akkor mi Benny Goodmaneket, kvartetteket elsősorban, meg Ray Anthony, meg Glenn Miller, meg Chad Baker, Mulligan, tehát ilyen Bob Brookmeyer, meg ilyen ezek a cool zenék, azok voltak, ahol divatosak. Volt egy válogatott olimpiai bajnok vízilabdás, a Bolvári Antal, akivel egyházban lakott, az egyik zenésztárs, két zenésztársam egyházban lakott, és mindig, amikor kiment valami nemzetközi kupá, akkor jazz lemezeket, mert nagy jazz rajongó volt, és szenzációs lemezeket hozott, és rögtön. Egy emeleten lejjebb laktak ezek a fiúk, és rögtön azt hallgattuk éjjel-nappal, és mindjárt le is szedtük, és megcsináltuk magunknak. És aztán ugye szombatonként pesti gimnáziumokban mi játszottuk ezeket a bulikon a zenét. Amikor még ilyen zenét játszottunk, és hát egyszerűen hihetetlen, hogy milyen népszerű volt. Hát egyszerűen őrületes tömeg volt mindig, és ott mi jazzt játszottam. A rockzene volt az, aminek a megjelenésével én 180 fokos, egyszerűen tökéletesen kiléptem ebből az egész gondolatból, hogy mi divat áramlathoz hasonlultak, és elragadta a muzsikusokat. Igen. Én abban a pillanatban abszolút ellentétes irányba leváltam. És akkor igazából nem tudtam, hogy miért, mert
ez egy ösztönös dolog volt. Mint hogy mondom, mindig abszolút pontosan éreztem, hogy mi igen, mi nem. Később tudtam meg, hogy mi volt ennek a lényege. Az a lényeg, hogy a rock az nem rugalmas zene. Az nem az élet ritmusa, hanem az kőzene. Igen. És az nekem semmi közön. Uh-huh. Az semmi közön, mert a kő az halott anyag. És ez egy lázadás, vagy egy hamis út, mert nem az élet, nem a titok útja. Igen. Mert a rugalmas dolog, hát ez a titka az egész fekete zenének. És mert mögötte ott van a fekete mozgás, ami egy titok. Igen. Na, szóval most ezt nem akarok belemenni, de ilyen mondjuk dolgok történtek akkor, és aztán... Mi volt az a zenekar az első, amire úgy visszaemlékszel, ami már azt lehet mondani, hogy na ez már a szabados hát zene. Volt egyszer egy sextet, ami meglepetést okozott az a bizonyos Astoria-beli rendezvényen, ahol aztán a rendőrség kiszállt, és ahol a Kertész Kornélt elvitték a rendőrök, meg nem tudom, csoda, hát volt egy ilyen. Uh-huh. Ez egy érdekes dolog volt, ott még a Weiner Leó is jelen volt egyébként. Uh-huh. Ez egy illegális megszervezett valami volt, de csak zene volt, semmi más, de hát ez annyira tiltott dolog volt, hogy egyszer nem lehet. Ez még a Dália előtt. Dália előtt, épp igen. Azt akartam, hogy Dália előtt volt. Igen. Akkor ebben a sextetben játszott a Dezső Csaba, játszott egy Szőke Gergely nevű futbolista, akinek az apja ornitomuzikológus volt, tehát madár hangokkal foglalkozott a papája. Ő futbolázott, és most a Dolce Gramofon gezelschaftnál hangmérnök a fiú. A Sasvári Attila volt a limitózott, a Berkes Balázs bőgőzött. Igen. És azt hiszem, hogy a Szudi János volt a dobos, aki hát azóta nyugaton él, és sok felé játszott még, talán azt hiszem a berlini filharmonikusoknál is volt idős egy darabig. Tehát ez egy épp a minap találkoztam Dezső Csabával, és ő emlegette ezt az esetet. Igen. Mert ez egy már akkor is, azért mondtam, említettem ezt a kérdésedre, mert már akkor is ezektől az átvett amerikai stílusú zenék eltért ez a zene, amit ott mi játszottunk. Én mind saját darabok voltak, magam hangszereltem ezeket, és egy más világot hozott, ami meglepetést keltett, de senki sem tudta, hogy most mi fán teremeznek, hogyan, meg mi ez, és hát így aztán nem is igen... Tolerálták. Hát nem azt, hogy tolerálták, hanem nem lett keletje, vagy nem... Megmaradt olyan a beszéd emlékezett igen, tárgyának, igen. Hogy na hát akkor volt valami érdekes emlékszel. Kész. De a hatalom azért nem jó szemmel nézte ezt, hát szerint. Az esemény nem, hát mondjuk ezzel nem foglalkozott, mert mondjuk ez nem volt érdekes. Ennek csak zenei vonatkozása voltak, mert ugye ez egy előzménye volt aztán annak, amit később, amikor 62-ben Public Bondival csináltuk ezt a szabad zenei estet ott a Dáliában, és hát őrületet, mert hát akkor annak minősült, hogy de ez kellett a Public Bondi is, hát ő ma már nem ismeri senki, ő még emigrált réges-régen. De hát ő egy ilyen őrült fiú volt, akivel ezt meg lehetett csinálni, és egy jó bőgős volt, hogy hát mi lenne, ha most leülnénk és azt játszanánk, ami éppen jön. Uh-huh. Igen. Szóval, hát így kezdődött, de az érdekes, hogy most, ha ilyesmit firtatsz, hogy visszanézve, én sosem néztem úgy a jazz jelenséget, még akkor sem, amikor magam is azt játszottam, hogy ez egy tárlódott külön valami. Én mindig úgy néztem, hogy ez a zenében, a világ zenében, ez mi? Micsoda? Milyen csoda?
Már nem ismeri senki őt, meg emigrált réges-régen. De hát ő egy ilyen őrült fiú volt, aki ezt meg lehetett csinálni. És egy jó bűvés volt ő. Hogy hát mi lenne, ha most leülnék és azt játszanak, ami éppen jön. Szóval, hát így kezdődött, de az az érdekes, hogy most, ha ilyesmit firtatsz, hogy visszanézve, én sosem néztem úgy a jazz jelenséget, még akkor sem, amikor magam is azt játszottam, hogy ez egy mindentől elhatárolódott, külön valami. Én mindig úgy néztem, hogy ez a zenében, a világ zenében, ez mi? Micsoda? Milyen csoda? Mi a csoda ez? Mert csoda. És meg kell, hogy mondjam, hogy mikor olvastam először, hogy Bartók milyen szenvedélyesen figyelgette a jazzzenét, és hányszor utalt rá, és ő hallgatta, és egyebek. Igazából jó 20 év múlva pillantottam meg, hogy miért érdekelte őt ennyire ez. Mert akkor értettem meg, hogy ő maga is a művei sorában milyen sokat meditált, tépelődött szinte azon, hogy a formákat, az európai művészet történet hagyományozott formáit, és elsősorban a német zene forma kultúráját, ami szinte, azt kell mondjam, majdnem napjainkig egy meghatározó valami a klasszikus zenében, még a modern zenében is, a modern kortárs zenében is, hogy ezeket hogyan, hogy ezek mögött mennyire tud rápillantani erre a bizonyos ős zenére, mert ő találkozott ezzel a problematikával. Hiszen ezt mondja is, hogy feltételező, hogy a zenei őstenger volt. Ő ezt így nevezte. Igen. Na most egészen biztos, hogy ő azért, mert nem ezeket a jazzzenéket hallgatta ő, amiket ismerünk, akár Benny Goodman, vagy Louis Armstrong, tehát a Dixon, vagy bármelyik stílus, nem ezeket hallgatta ő. Ő azokat a fekete zenéket hallgatta még abban a korban. Igen. Ugye, ez sokkal korábbi, amelyik a spirituálék és a gospelek és templomi szakrális éneklések, ezek az extatikus éneklések. Igen. Világa volt, amelyek szinte partalan világ volt, és nem volt semmi köze a vendéglátóiparhoz. Igen. Nem a szórakoztatás eszközei. Igen. Voltak, ugye. Mert nyilván volt az is benne, de nem ez a jellemző, hanem az a hangvétel, hogy honnan szólal az meg, honnan, micsoda mélységből jön. Na, én biztos vagyok benne, és hát ez 20 év kellett, mire magam is rájöttem, hogy őt ez vonzotta annyira, és hát az igazság, hogy ma már tisztán látom, hogy bizony ez a legnagyobb kihívás. És a mai zene vonatkozásában ez a hatalmas feladat, és a hatalmas és megkerülhetetlen valóság. És ezért ismertem aztán később belemenni abba, hogy ezt a szabad zenei működést, hogy mondjam, kollektivizálja. Tehát, hogy olyan muzsikus fiatal emberek, akik oda csapódtak körén, voltak itt 16-17 éves korában, és ne az legyen, hogy szóval leépíteni, vagy nem engedni, hogy kialakuljon az averzió, ami általában a képzett zenészek világában, tehát aki konkrétban főiskolára jártak, kialakult, hogy egyszerűen nem képesek megemészteni, hogy valaki leül, és becsukja a szemét, és fölnéz az égre, vagy bungee-t egyet, és hát csak el kell játszani. És nem lehet megfogni, nincsenek paraméterei, csak azt lehet érezni, hogy ömlik és szól, és megszólal, és erők jönnek, és stb.
Mert akkor már pontosan tudtam azt, hogy ha ezt ifjú fejjel kezdik el emberek, akik erre rátermettek. Mert Kodály, aki egy konzervatív gondolkodású ember volt, tökéletesen megpillantotta azt, hogy az improvizativitás az a zene csúcsa. Ezt ő ki is mondta, le is írta, hogy az magasabb rendű, már nem az az improvizatítás, ami hát ugye össze-vissza van, hanem igen, az igazi kiművelt mély. Arra születni kell, mert azt mondjuk éppen ott minden úgy készen, úgy születünk, hogy a természet működik. És ott nincs appellát, ott nincs hiba, nem lehet hiba. Thank you.
sziklából vizet fakasztani. Valószínűleg karddal lehet, de zenével nem. És mi itt olyan különös pontján élünk Európának, biztos, hogy ez a középpontja Európának, ahol élünk. Bár nem, a végeredmények nem itt jelentkeznek, de a legnagyobb erők itt csapnak össze a mélyben. Majdhogy nem a tudatalatti szintjén. Én hiszem azt, és át is éltem azt, hogy ez így van. Mindazonáltal, mint mindennek két oldala van, itt a hagyományok is borzasztó erősek, ami egyrészt nagyon jó, mert egy dögledező ipari civilizációban nagyon fontos, hogy a hagyományok valahol mégiscsak meglegyenek, mert azok időtállóbbak, az ősi törvényekhez sokkal közelebb állóak, mint ez a önző ipari civilizáció. Másrészt ugyanakkor ezek a hagyományok borzasztó, súlyos terhet, kötelmeket jelentenek. Tehát mindezeket az embernek cepelni kell magán, és innen a sok megalkovás. A zene az egy olyan világ, ugye sokszor elmondtam, hogy félig e világi, de javarészt nem e világi. Mert nem konkrét. Nem lehet megfogni. El lehet játszani, de nem lehet megfogni. Hanem bennünk egy mély szellemképként szerűen, hogy egy sántító hasonlatot mondjak, jelentkezik, ott él, még abban is, aki ismer zeneműveket, abban is, ha meghallja magában azt a zenét, ez egy ilyen szellemképszerű valami, ez nem kézzel fogható. Tehát az ember igyekszik őrizni ezt a szellemképet. Igyekszik ahhoz hű lenni, igyekszik azt megjeleníteni. De hogy ez meg tudjon jelenni, hát millió kompromisszumra van szükség. Tehát ez nem olyan fedhetetlen ez a dolog. És az ember örül, hogy egyáltalán megcsinálja a dolgát. Arról nem is szólva, hogy ugye itt ezt nyugodtan elmondhatom, hogy bizonyos szűk köröktől eltekintve itt a Magyarországon a művészetek teljesen a politika hónajában vannak csapva. Ha ez még hozzáveszem azt az újkori jelenséget, hogy középszerű embereket megcsinálnak, de sokszor nem középszerűt is. De ennél sokkal könnyebb megcsinálni azt, hogy a kvalitásos ember fölismerhetetlen legyen. Ez sokkal könnyebb. Ennek óriási gyakorlata. Hát ha csak az elmúlt 40 évnek a rendkívül pregnáns szovjet gyakorlatát nézzük, hogy nem volt gond, hát egyszerűen kivonták a forgalomból azt, aki történetesen akadályozta a forgalmat. Hát ez egy felállás, ez egy környezet. Úgyhogy az ember örül, ha megcsinálja azt, valamennyire megcsinálja azt, ami buzog, és ami elől nem tud kitérni. Na most igazából én nem a jazzzenével foglalkoztam, ezt be kell töredelmesen vallanom nekem. Mert vallom azt, hogy az ember akárki, akármilyen művészettel foglalkozik, igazából nem azzal a művészettel foglalkozik.
Az ember a saját életélményével foglalkozik. Ez már egy olyan pont, amiben mindenkivel azonos pozícióban van. Ez egy nagy esély. Ezen az alapon lehet csak szólni emberekhez, a művészeten keresztül. De ez az élmény, ami mint a 39-ben születtem a II. Világháború kitörésekor, nem sokkal előtte, pár nappal, és tudjuk azt, hogy úgy élünk, hogy öntudatlanul, ösztönösen éljük meg mindazt, amit nem látunk, de valahol megérzünk. Ezt hívja Jung kollektív tudatalattinak. Miközben valószínűleg mindjárt egy kollektív tudat fölötti felé nézünk, és bámulunk, és ámulunk, és e között mozog az életünk. A kettő, két feszültség között mozog az életünk. Tehát bennem, engem mindig is azt foglalkoztatott, hogy azok a jelenségek, amelyeket eme ösztönös szférából való felbugyogásuk, meg amiket nap mint nap láttunk, megéltünk, megsirattunk, megdöbbentünk általuk. Ezeket értsen meg egyrészt, másrészt éljen meg, és ebből a negatívumok kihújjanak, és a pozitívumok megmaradjanak. Tehát magyarul azt megérteni, azt szerettem volna, és azt hiszem mindenki, hogy mit akar az Isten, és utána annyit dolgozni, úgy dolgozni, ahogy bírja természetesen az ember, hogy azt mondhassa a legnehezebb pillanatokban, hogy legyen meg a te akaratod. Mert ezt belátni, hogy az folyik, ez folyik. Ugye? Nem más. Tehát a legszörnyűbb dolgokat is úgy felfogni, hogy ez miért kellett ennek itt lenni. Ennek oka van. Nem emberi, nem csak emberi dimenzióban. Nem csak emberi dimenzióban. Az egész dimenziójában, teljesség vonatkozásában. A zene, a művészetek, az ennek pusztán egy megjelenítő, átadó esélye, ami azzal a szörnyűséggel van megátkozva, hogy a tehetségen, mint karmán keresztül történik, ami egy irdatlan szenvedés. Az ember 8 métert húzza a belét. Az egy más kérdés, hogy ennek az eszközeit közben ki kell művelni, el kell sajátítani, ki kell művelni. Például az egyik legsúlyosabb gondom az volt, ilyen alapon, hogy egy széteső világban él. És ma már tudom, hogy még szétesőbb lesz a világ. És a legkülönbözőbb darabokban, amiket írtam, akár túlnyomó részt improvizatív zeneként, amely azért meg volt konstruálva mindig, akár nagyon erősen megkomponált anyagban befoglalva, mint a zenei zeneszerzői problematikát értem ez alatt, mint eszköztárat, mint egy strukturális gondot. Mindig azon foglalkoztam, az égetett, hogy hogyan lehet az egységet helyreállítani. Magamban, a másik muzsikustársal, a zenekarral. És olyan döbbenetes, hogy miközben nem tudom én a vonós zenekari darab, ahol minden egyes hang le van írva, ezt valószínűleg nem ismered, van egy ilyen darabom, amelyben 15-20%-nál nem több a muzsikus
választási lehetőség a darabon belül. Minden megvan, le kell vezényelni. De ott is a rend helyreállítása és a rend működése volt a gondom. Ugyanúgy, amikor abszolút improvizatív zenét játszom azokkal a muzsikusokkal, akikkel már van, akivel 20 éve, és akik igen-igen kiváló muzsikusok lettek, a Kovács Feri, a Dres Misi, a Grencsó Pista, a Lőrinszki Attila, Benkő Robi és a többiek. Ugyanezt, akkor, amikor például úgy játszunk, hogy semmit sem beszélünk meg, semmilyen kotta nincs, akkor milyen alapon, hogy lehet az egységet helyreállítani? Ez a nagy kihívás. Azt kell, hogy mondjam, újra szeretném ezt hangsúlyozni, köszögözni, hogy ennek van egy emberi vonatkozásban van egy fontos mondani valója ennek a zeneiségnek, mégpedig az, hogy ezt nem lehet másként csinálni, mint végtelenül mély önvizsgálat alapján. Tehát akinek olyan gondjai, bajai, elintézetlen lelki problémái, aki nem tiszta a saját maga szemében. De valószínűleg nem csak a saját maga szemében, hanem egy közösség szemében. Az nem lesz közlőképes improvizatív zenész. Igen, igen. Mert nem fog felszakadni benne az a hangon, ami megszólítja az embereket. Ez sok éves tapasztalat azokkal a muzsikusokkal, akikkel ezt a Makusz keretén, most már aztán nem csak Makusz működik, most már mindenki csinálja magáit. Uh-huh. Ennek ez a története, hogy ezt végigcsinált. És hát természetesen ennek voltak mindig olyan pillanatai, amikor a közönség is tanulja lehetett, amikor egy-egy alkalommal kiállt a csapat, vagy kiálltam én egy-két társal, és áldott állapotba kerültek a fiúk. Igen. Volt itt Szegeden is egy ilyen alkalom. Igen, erre én nagyon... Nem is egy, tulajdonképpen. Nagy szeretettel emlékszem rá. És egy jeles hely Szegeden. Én nem tudom, tudod, hogy Simon Géza Gábor írt innen egy cikket 72-ben Németországban, amit azzal kezdett, hogy jelentem, megszületett a magyar jazz, új hang szólalt meg, és pontosan a ti koncertetekről írt, a második szegedi jazzokról, őt rettentő módon, szóval maga alá gyűrte az a zene, amit ott, és ez nekem megvan filmem, nem tudom, hogy tudod-e. Nem. Nem is tudtam erről, hogy... Igen, megvan nekem filmen 8 mm-esen, majd ezt neked meg fogom mutatni, és sőt, valószínű, hogy amikor erről beszélünk, én be fogom vágni. Ez az auditorium? Auditorium maximumban, igen. Igen. Így van. És elérkeztünk Szegedre. Hát ott jól lehívott az audiciónak. Emlékszem rá. Igen.
Az is egyfajta ős állapot, hogy legalábbis a számomra. Hát igen, ebből még annyi vele járható, hogy olyan politikai szituáció volt, igen, hogy annak még különösen volt egy keményebb vonatkozása, ugye? Igen. Hát hogy ugye most akkor átfordítva magyarra az improvizatív zenét, tehát a szabad zene, akkor ez a szó, hogy szabad zene, ennek volt egy politikai hát üzenete és ereje, ez mindig kiderült, hogy ezt nem csak mi tudjuk, hanem ezt tudták máshol is. Igen, így van. Olvastak a sorok között, a hangok hát között. Igen. Maga az, hogy ez ki lett mondva, hogy szabad zene, szóval ez egy gyanús dolog volt. Hát később a hasságban, ahol otthonunk volt tulajdonképpen, ugye ott dolgoztunk, hogy minden kedden voltak, végül már ilyen nyilvános napok voltak, tehát jártak oda professzionális hegedűsök, MÁV-szimfonikusoktól, és próbálták megtanulni ezt a szabad zenélést. Amiből aztán az következett, hogy egy-két darabot írtam be, ők jelen voltak, mint ezek a vonósok is. Közben aztán jött a rendszerváltozás, lebontották a kasságot, szóval nem lehetett ezt kifuttatni igazán, pedig jó lett volna, mert nyugaton a modern, a kortárs zenészek, hogy mondjam, hát akik ezt játsszák, azok a jazz zenével, az improvizatív zenével nagyon jó barátságban van. Nem az van, mint nálunk, hogy egyszerűen itt ilyen szekértáborok, meg lövészárkok vannak, ilyen teljesen buta és rossz szintű gondolkodással, ugye, gondolkodás alapján, hanem szellemi alapokon működik. És hát ebben a kasságban aztán odáig fajult a dolog, hogy már lista volt, és ezt a listát időközönként bekérte a BM, szóval ott az iroda. De már nem tudták megsemmisíteni ezt a kis helyet és ezt a kis működést. Mi tudtuk, hogy a listát viszik időközönként, de már nem izgatott minket, és teljesen nyíltan csináltuk a dolgokat. Ő Szegedre szívesen jössze akkor. Hogyne. Hát most is szóló koncertes ma este. Ma szóló koncertes. Ezért is sok régi barát, muzsikus társ, ismerős. És hát szeretném még azt külön kihangsúlyozni, hogy bácskaiak, vajdaságiak jönnek át mindig, és ők nagyon jó barátok. Önbeporzás. És hát ez egy külön fejezet. Igen. A velük való érzelmi és szellemi és esztétikai viszony. És az ő csodálatos fantáziájuk, mert ez egy külön világ. Hihetetlen művészi erő van és elképzelés van abban a dél-magyar világban. Kevéssé veszi számba a honi egyetemes magyar kultúra ezt, de majd kénytelen lesz. Reméljük. Ifjúnak és gyermeknek lenni, az egy tragédia, mert nincsenek erre rávezetve az emberek, a gyerekek, a fiatal emberek, nincsenek beavatva ebbe. Nincs nekik megmutatva, hogy mi. Hát azon kívül, hogy absztrakt elméleteket kapnak iskolától kezdve, és azon kívül, hogy a szülők nagyon nagy tiszteletet képviselnek, nem foglalkoznak a gyerekekkel semmilyen tekintetben. Ki avatja be őket a magyar nyelvbe? A magyar nyelvben, mert benne van a magyar zene, és hát természetesen az a gondolkodás, amiből a nyelv fakad. Amiből ez a végtelen nehéznek tartott
nyelv, tehát valószínűleg nehéz gondolkodás fakad, amit én állítom, hogy a világ legtökéletesebb nyelve. Ezt meg tudom indokolni. Hogy minden benne van. És csak azért nehéz, mert könnyebb nyelvekbe születtek bele emberek, tehát könnyebb gondolkodásba. Mert a magyar nyelv az egy nem struktúrában, nem szerkezetben gondolkodó, hanem természetes kapcsolatrendszerekben, viszonylatokban gondolkodó gondolkodás. Élő módszere, eszköze, érzékeltetési lehetősége, amelyben a gondolat, mint állítás, és a hozzátartozó, az állításhoz tartozó viszonyok, viszonylatok körkörösen vannak elképzelve és átélve, és ebből következik, hogy egy mondatot így kell fölépíteni a magyar nyelvben, hogy ezek a viszonyok ennek a körkörösének, a terpeszkedő körkörösének a jegyében legyenek megalkotva. Mert ez a gondolkodás van mögötte. De ebből az is következik, hogy ha mást emeljek ki, mint állítást, mint fontos dolgot, akkor más körül kell szerveznem ezt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag benne van az a szabadság, mint ami a free zenének a lényege, hogy a belső lényegét tekintve abszolút precíz és pontos és árnyalt követelményrendszer, miközben a dolgok lejátszását tekintve abszolút nyitott. Most melyik az a nyelv, amelyik ezt meg tudja csinálni? Ez egy valóságos csoda. Na most ugye, hát hol van ma már ebbe igazi beavatás? Hát kezdve attól, hogy az anyák nem beszélik úgy ezt a nyelvet. Hát ugye, szoktam mondani, és ti is egy kicsit ide tartoztok, szegediek, hogy Magyarországot, ugye van egy ilyen, egyszer ezt meg akartam írni egy kis esszében, ami az lett volna a címe, ugye, hogy az önbeporzás esélye. Bizarr cím, de azt fedi, hogy ez a kilúgozott, szétszedett, elporhanyósodott magyar centrum, amiben élünk, ennek mennél távolabb megyek, mennél kijebb megyek itt a magyar periférián, Erdélybe, Felvidékre, Vajdaságosan, annál inkább tudom azt, és látom, és tapasztalom, és szembesülök vele, hogy a lényeg kiszorult a lényeg. Ahhoz, hogy ez újra feltápászkodjon, újra élni kezdjen, ahhoz be kell magunkat porozni a perifériával. Na most van-e esélye ennek? Ezen múlik minden. Na de hát, ugye itt most megint egy pár olyan dolgot elmondtam, amilyen röviden csak tudtam, azokból, amiket mi a munka során a muzsikus társakkal, akik most már muzsikus társak, korábban tanítványok voltak, mindig átbeszéltünk. Ilyenek voltak a próbák. Kezdve a Hamvas Béla életművén egyes része, folytatva a buddhizmus és a kereszténység összehozhatóságán, vagy összenemhozhatóságán. És így tovább. Egészen a magyar nyelv és ez a ritmika, amit élünk, ebben a zenében van, amit most már a Dresch Quartet is, mint ritmus alapot, mások is így játszanak, ugye, aminek a lényege ez, amit a nyelvről elmondtam, és ugye hogy ezt újra azonosítsam, hiszen már is sokat beszéltünk máskor erről, meg sokszor meg is írtam, ugye, hogy a magyar parlandó rubátó például, ugye az nem úgy parlandó rubátó, hogy valamit ilyen szolgai módon sorjázok, hanem az egy olyan parlandó, amelyben ott feszül az egész
lelki történés, és annak a belső és nem ki és leszámolható, vagy elszámolható ritmikája rendezi a dolgokat, mint a táncos zenékben, hanem egy olyan belső lejtetés, amit mondjuk úgy hívnak a amerikai jazzzene egy bizonyos időszakától, mondjuk Coltrane utántól fogva, és hát természetesen Jarrettnél ez nagyon pregnánsan jelentkezett, hogy pulzál. Pulzál. Nem kiütött ritmus van, hanem pulzáció van. Amit, egy csodálatos magyar szó van erre, lejtetés. Sokkal finomabb. Hát a pulzálás az egy fizikai kifejezés. A lejtetés, hát az meg egy költői. De? Mi a jövő? Gondolkodtál-e jövőn? Ez éppen múltkor egy ilyen beszélgetésre voltam, ahol kicsit a számon, hogy aki a jövőt lesi, az meglopja azt. Igen, ezt tudtam, ezt a mondásodat, egyébként azért piszkoskodtam most. És én nem nagyon lesem a jövőt, de megmondom, hogy miért nem. Nem azért, mert nem szeretek tolvajkodni, hanem azért sem, mert a jövővel kapcsolatosan én végtelenül gondolkodom. Egy született derűs ember vagyok, és egy abszolút optimista lény, azt hiszem. És minél többet foglalkoztam bizonyos dolgokkal az elmúlt években, elsősorban ökológiai vonatkozási dolgokkal, és annak a okaival és azzal a helyzettel, amit az ökológiai problémák jelentenek, illetve ami okozta ezért. Annál inkább rá kellett döbbennem az információnk eme nagy mennyisége és mélyensége révén, hogy valami borzasztó katasztrófa előtt áll. Uh-huh. És a zenében? Hát mit lehet csinálni? Hát egyszerűen itt kulminációs zene. Kulminációs és imádkozó zenéket lehet játszani. Szóval itt nem a mi kezünkben van a megoldás. Nekünk csak oda kell emelnünk a tudatunkat és a felelősségtudatunkat, hogy ezt a baromságot, ami itt folyik, azzal a természettel, az a világgal, ami minket eltart. Ugye ez a buta ember ne folytassa tovább, hanem értse meg valahogy, hogy ezt másként kell csinálni. Ahogy a régiek tudták, hogy másként kell csinálni. Igen. De azok nem voltak gőgös, nagyképű barmok. Bár a mai ember ilyen. Igen. Ezt én ki merem mondani. Szóval nem akarok bármely az ökológiai dolgok, mert nem azért ülünk itt, hogy ezt erről beszélgessünk, de én mélységesen elkeseredett vagyok e tekintetben. És ezért mondom azt, hogy itt révülni és imádkozni lehet. Én így vagyok. De én azért nagyon bízom ám benne, hogy 10 év múlva is ide leülünk beszélgetni. Hát én is bízom ebben. Én nem azt mondom, hogy... És nem csak beszélgetni, hanem még hallgathatom a musikálat. Igen, de... Ezt az optimisztust engedd meg nekem. Itt a híres események sorra már elindult. Igen. És ne legyenek illúzióink. Itt embertömegek életéről és haláláról van szó. Egyszerűen 6 milliárd ember van a Földön, és a Föld nem tudja eltartani. Így van. Kész. Most ez a fő probléma nem az, hogy a FISZ az GESZ, vagy FISZ. Hát ne legyünk már ilyen nagyképűek, meg hogy... Ezek teljesen mellékes kérdések, ezek vigasztalások. A zenénk azok vigasztalások. Igen, igen. Hát akkor, Júli, nagyon szívből kívánom neked, hogy még sok-sok évek így vigasztaljál minket a zenék. Hát nagyon kedves vagy, és jó riporter vagy, hogy nyakon csípted ezt a vonat. Nem, és még egyszer köszönöm, hogy beszélgettél. Köszönöm szépen. Jó egészséget. Köszönöm.